fokozott ellenőrzésekre készül a rendőrség Budapesten a második világháborús kitörést napja alkalmából bejelentett rendezvények miatt holnaptól. Tavaly több szélső baloldali támadás is történt a fővárosban, ezért a rendőrség kiemelten figyeli a gyűlések helyszíneit és a következő napokban. És már is jönnek az ellenőrzések részletei. Csécsi Somával a Budapesti Rendőrfőkapitányság szóvivőjével beszélgetek. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! Mennyit tudnak most a várható szélső baloldali akciócsoportok budapesti fellépéséről a következő napokra vonatkozóan? Talán, innen, talán inkább onnan indítanám a beszélgetést, hogy Budapest rendőrfőkapitánya 2024. február 8-a és 12-ike között fokozott rendőri ellenőrzést. El. A fokozott ellenőrzésnek általánosságban azt lehet elmondani, hogy a célja a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása, felderítése, valamint a közrend közbiztonság fenntartása. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt február 9-e és 11-e között több támadás is történt Budapesten. Ezeket a támadásokat antifasiszta érzelmű emberek követték el járókelők ellen. Akkor azt is közöltük, hogy ugye a járókelőket elsősorban ruházatuk alapján választották ki, ők elsősorban katonai jellegű, terepszínű ruházatot viseltek bakancsal. Az öt támadás helyszíne akkor ugye a nyugati pályaudvar, a fővántér, a Gazdagrét, Mikó utca és a Bank utca uh -huh. voltak. Magyar külföldi állampolgárok egyaránt megsérültek a támadásokban, közülük többen súlyosan. A fokozott rendőri ellenőrzés, amelyet tehát a következő napokra elrendeltek. Mit jelent a gyakorlatban, hogy készülnek a rendőrök? A Budapesti Rendőrfőkapitányság rendőrei a készeléti rendőrökkel megerősítve, fokozott létszámban lesznek jelen Budapest közterületein. Fontos megemlíteni, hogy Budapest közterületeire több gyűlést is bejelentettek, ezek közül Budapest rendőrfőkapitánya kettőt megtiltott de a rendőrség többet tudomásul is vett. A budapesti rendőrfőkapitányság, mint már említettem, a készeléti rendőrséggel megerősítve a gyűlések helyszínén megemelt létszámban lesz jelen. Biztosítjuk az odavezető utakat, a távozási útvonalakat, a csoportképző helyeket. Sajnos azonban mindenhová nem lehet rendőrt állítani, így azt nem állítjuk, hogy erőszakos cselekményre nem kerülhet sor. Azonban, ha ilyenre sor kerül, akkor a rendőrök azon lesznek, hogy az elkövetőket elfogják és elszámoltassuk. Az nem megengedhető, hogy valakit világnézete miatt vagy csoporthoz tartozása miatt Budapest utcáin támadás érjen. Valóban, nagyon is mondja, nem lehet minden sorokra rendőrt állítani, de mit tehetnek a civilek, mit tehető, mi, ha, ha, látunk egy, egy erőszakos történelmi háttérre utaló jelvényt, vagy egy, egy ilyen, egy ilyen ruhához hasonló dolgot, tehát hogy tudunk-e önöknek valahogy ezzel segíteni, ha mi is figyelünk? A budapesti rendőr főkapitányság azt kéri, hogy ha valaki esetleg ilyen erőszakos cselekményen ilyen támadás szemtanúja lesz, akkor haladéktalanul azonnal értesítse a rendőrséget, tegyen bejelentést a 112-re, és amennyiben, ha lehet lehetősége van rá, akkor mobiltelefonjával rögzítse is az eseményeket, azonban azt kérjük, hogy semmiképpen ne avatkozzon közbe, a beavatkozást bízzuk a rendőrökre. Ugye, mert a tavalyi tapasztalatok valóban azok, hogy ugye semmiből támadtak ezek a, ezek a szélső baloldali akciócsoportok járók előkre, hátulról, tehát, tehát ezért ez egy veszélyes helyzet volt tavaly. Bízunk benne, hogy idén elkerülhető. A korrektséghez hozzátartozik az is, hogy tavaly öt támadás történt, amiről tudunk antifasiszta érzelmű emberek követték el. Igen, ők hátulról támadtak, és mint említettem, magyar külföldi árampolgárok egyaránt a sértettek között voltak, kilencen sérültek meg közülük súlyosan. Üh, viszont az is hozzátartozik, hogy történt egy támadás, amit ellentétes érzelmű emberek követtek el, ez Budapest első kerületében történt. Ilyenkor ebben az esetben a BRFK az elkövetőket elfogta, felelősségre vontuk őket, egyébként a nyomozást már lezártuk. Csécsi Soma szóvivő, a Budapest a főkapitányság szóvivője. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.